Ebben a szekrényben őrzi a Mikulás a gyerekektől kapott leveleket. 15 év alatt több mint 59 ezer gyűlt össze. Ráadásul évről évre egyre többen keresik fel személyesen is. Hát a gyermekek csodálatos tekintete, az a rengeteg csillogó szem, amelyik itt megnyilvánul, annál nagyobb és szebb visszajelzés számomra nem kell. A csillagjáró szán és a szánhúzó szarvasok is várják már a látogatókat. Ezen kívül Manó és Angyal kiállítás gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról. Az idei év újdonsága pedig a zöld karácsony óriás társas játék. A gyerekek az évszakokat végigjárva játékos formában tanulják meg, hogyan kell a hulladékokat összegyűjteni. Azon túl, hogy megünnepeljük ezt a csodálatos ünnepet, azon túl arra is figyelnünk kell, hogy a jövőben is hosszú távon is meg tudjuk ezt az ünnepet ünnepelni, és ahhoz a földünk is olyan egészséges maradjon, amilyen még tud. Ezért aztán szeretnénk, hogyha a gyerekek egy kicsit megtanulnák azt, hogy hogyan tudjuk alakítani, hogyan tudjuk jobbá tenni a földünket. A szeretett posta immár 22 éve várja a küldeményeket itt Nagykarácsonyban. Az ország bármely részéről a postán jelzi, hogy Nagykarácsonyon keresztül szeretné a képeslapot vagy levelet elküldeni, akkor minden évben van egy új bélyegző. Az idei évben 75 éves a nagykarácsonyi templom, valamint 10 éves a Betlehem, és ennek a bélyegzőjét teszik rá a levelekre. A 16. országos Mikulás Fesztivál egészen december 23-áig kínál programokat a kicsiknek és a felnőtteknek egyaránt.